A Szent Pál Marista általános iskola diákjai Gyertek hozzám címmel mutatták be passiójátékukat. A helyszínen készült felvételeink következnek. Jézus halálának és feltámadásának eseményeit mutatja be az a passiójáték, melyet a Szent Pál Marista általános iskola diákjai adtak elő a napokban. A Gyertek hozzám című előadás ezúttal is nagy sikert aratott. A forgatókönyvét, a jelmezeket, a díszletet az iskola tanárai és a Mária iskola testvérek szerzetes testvérei készítették, a jeleneteket a szereplőknek pedig az iskola pedagógusai tanították be. Tudtuk meg Dánielné Kacsó Andreától, a Szent Pál Marista általános iskola igazgatójától. Több hónapja készülnek a gyerekek és a pedagógus kollégáim egy szerzetes testvér irányításával, Jódi testvér irányításával. Több éve adjuk elő a passiójátékot, így húsvét tájékán. Pontosan azért, hogy fölkészüljön mindenki erre a lelki megtisztulásra, és tudjuk igazán szívből ünnepelni majd Jézus feltámadását. Azt gondolom, hogy ez a passiójáték egy különleges passiójáték, hisz nem a szokványos szemszögből, hanem Mária és Mária Magdolna szemszögéből nézi végig a Jézuskin szenvedés történetét, a keresztutat. És ez a misztériumjáték a gyerekeket is közel hozza ehhez a nagyon fontos eseményhez. Nem kell bennem félelmet az ember. Tényleg azt gondolod, hogy a zsidók királya vagy? Az én királyságom nem a világból való. Ha a világból való lenne, akkor az enyém harcok keltek volna, hogy megakadályozzák, hogy a föltrásuk átadjanak. A te királyságod nem a világból való? Na igen. És tényleg azt gondolod, hogy az ellenségét tévednek, mikor azt állítják, hogy Isten fiának képzeled magad? Te magad mondod ezt. Igaz, hogy király vagyok. Azért születtem, hogy tanulságot tegyek az igazságról. Igazgatóasszony hozzátette, hogy a passiójátékot már harmadjára adják elő a diákok a nagy közönség előtt. Encsre is meghívást kaptak, ahol szintén nagy sikert aratott az előadás. De előtte karcagoni színpadra álltak a gyerekek. Nagyon sok vendégünk volt, iskolák, közszemélyek, akik kíváncsiak voltak ránk, olyanok, akik az iskolánkkal szívesen tartanak kapcsolatot, és megtisztelnek bennünket avval, hogy megnézik az előadásunkat. És ez a harmadik előadás a mi gyerekeinknek szól, a 300 gyermekünknek. Polgármester urat, illetve Verez Zoltán atyát várjuk még az előadásra. Ők kapcsolódnak be ebbe az előadás sorozatba, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a gyerek ezt ilyen szívből teszik, és nem csak azt tudjuk megmutatni, amit a szemünkkel és a szemükkel látnak majd a közönség soraiban ülők, hanem amit a gyerekek a szívükben is hoznak ezáltal az előadás által. Máriának igaza van. Egyedül hagytuk őt, amikor a legnagyobb szüksége lett volna ránk. Hogyan tudtuk elhagyni mi, akik tudtuk az igazságot? Én hiszek neked, Mária, a szívem tudja, hogy ő nem hagyott el bennünket. És megbocsátja nekünk gyengeségeinket. Az intézmény vezető hozzátette, nagyon nagy összefogással készültek erre az előadásra. Nagyon sok ember összehangolt munkája kellett ahhoz, hogy ilyen nagy sikere legyen a passiójátéknak. Inkább ez közösségi élmény, mint munka ebben az esetben. A jelmezek összeállítása folyamatosan történik, a díszletnek a megépítése, amiben még a karbantartónk is segít, a ruhákat folyamatosan, Gyökeres Marika volt, tehát nyugalmazott igazgató helyettesünk szokott segíteni abban, hogy azok valóban rendben legyenek, illetve a kollégák is varják ezeket a ruhákat. A gyerekek is hozzák azokat a kellékeket, amikben ők tudnak segíteni, illetve a rendszergazdánk az, aki a zenét, a mikrofonokat kezeli ahhoz, hogy jó legyen a hangosítás, és a színpadképben pedig a fényeffektusok is nagyon sokat segítenek, ahhoz pedig Jordi testvérért. Ez egy nagyszerű történet, és valóságos. Gondolkodtam már azon, hogy ki is Jézus? Valójában. Most el kell döntened, meghívod-e Jézust, hogy most bemenjél. A válaszod lehet, nem értem. Vagy előbb beszélni szeretnék a szüleimmel, vagy még nem állunk rá készen. Vagy a válaszod lehet, hogy igen, szeretnél a barátja lenni, és szeretnéd, hogy ő éljen benned. Elmondhatod neki, hogy örökkével akarsz élni. Hatalmas sikert aratott a Gyertek hozzám című passiójáték. A több száz gyermek és a velük érkezett pedagógusok, az iskola nyugalmazott pedagógusai
vastapssal jutalmazták a diákok előadását.